Hatalmas siker volt az ez alkalommal is élőzené kísérettel színesített Passió előadás Rácalmáson a Jankovics kúriában. A darabot Szabó Sipos Barnabás rendezésében láthatta a közönség, aki immáron harmadik alkalommal vállalta a 10 éves előadás rendezését. Terveztek, próbáltak, ám az élet ez alkalommal is tartogatott meglepetéseket, így az idei esztendőben is apró változásokat, formai újításokat eszközöltek az előadás során. Közben kialakultak érdekes dolgok, mert mindig történik valami, ami élő, és ugye hát az Arkangyalt játszó közösség egyik tagja közben hát gyermeket szült, és hát itt a próbák alatt hordozta magával ezt az édes kisbabát, és akkor jött az ötlet, hogy hát mivel ő benne van az angyali üdvözletben, ezért hozza be a saját kisbabáját úgy, mint a magasságokból leszálló, születendő Jézus Krisztusnak a szimbólumát, és ezért üljön be az angyallal együtt a Szent Családba, és az a kép, ez legyen élő. A másik szembetűnő újdonság Pilátus volt, pontosabban az öltözéke, amely szintén okkal tért el a megszokottól. Eddig ugye Pilátus játszó színész olyan kosztümben volt, amiben hát az kórhű kosztümben volt, és akkor azt gondoltam, hogy igen, el is mondja a Pilátus, hogy hát én nem tartozom hozzátok, én egy egészen más kultúra vagyok, én egészen másképp gondolok az igazságra, Isten igazságára, hiszen az az Isten nem az én Istenem, egy egészen más kultúrából jön, és mi lenne, ha ezt megjelenítenénk azzal, hogy a színész egy modern, hogy úgy mondjam, itáliai ruhában, napszemüvegben, és olasz kék ingben jelenne meg, egy kicsit persze ez erős, de mégis nagyon jellemző színházi. Az újdonságok mellett van, ami szerencsére nem változik. Például az, hogy Bartendre, településünk humánügyekért felelős alpolgármestere ismét vállalta Pilátus szerepét. Ez alkalommal a feladat azonban különlegesebb volt. Szabó Sipos Barnabás a harmadik éve a főrendezője ennek a darabnak itt. Az ő megjelenése hozta ezt az élő előadást, és minden évben belehozza azt a pluszt, ami miatt számunkra is mindig egyfajta újítás jelent ez az egész. Hát idén most úgy sikerült, hogy a főpróbán az előadás követő egy nappal szólt nekem, hogy nem a megszokott pilátusi jelmezben, hanem egy ilyen számomra úgymond hétköznapi, vagy egy ilyen kis plusz ilyen ing és egy farmer nadrágban jelenjek meg, idegen kultúrát hozva ebbe az egészbe, és gyakorlatilag meg is hozta ezt az érzést számomra, hiszen ahogy én ebben az öltözetben készültem a többiekkel, akik mindenki kórhű jelmezben volt, el is jött számomra ez a kicsit ilyen idegen érzés. A Passió nem pusztán egy előadás, már-már közösségi élmény. Legalábbis erre következtethetünk Katona Bálint gondolataiból, akit fiatal Jézusként és jobblatorként is láthatott a közönség. Igazából nem élem meg nehéznek, a szövegemet nagyon gyorsan megtanultam, de mindig vannak benne ilyen apró finomítások, amiket ki kell gyakorolni, minden évben egy kicsit más. De ezeket szerintem viszonylag gyorsan meg tudom tanulni. Egyébként pedig az egész próba folyamat nagyon élvezetes a színészet mögött is. A Passió előadással egy 10 éves hagyomány folytatódott Rácalmáson. A lelkesedés továbbra is él, így jövőre biztosan folytatás következik.